Óránként dőlnek meg a rekordok a dráván és a murán. Ez az árvíz azonban nem olyan, mint a katasztrófa filmekben, köszönhetően a megfelelően kiépített védvonalaknak és a jól időzített felkészülésnek. Őrtilosnál már a hét elején 10 cm-rel magasabb volt a vízállás, mint valaha, Dráva Szabolcsnál pedig pénteken tetőzött a Dráva 582 cm-en. A térségben 31 települést kell megóvni, de az emberek és a haszonállatok is biztonságban vannak, köszönhetően annak a 100 vízügyesnek, aki már egy hete erősíti a töltéseket. És egy hosszú, nagyon-nagyon lassan apadó árvízre számítunk. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője Siklósi Gabriella elmondta, hogy a helyi szakemberek Szegedről, Szolnokról és Bajáról is kaptak segítséget. Ők összesen 50 ezer homokzsákot töltöttek meg és pakoltak egymásra, hogy ne legyen nagyobb baj. Nagyon ritkán van olyan helyzet augusztusban, hogy itt a nyugat-magyarországi folyókon, a Rábán, a Murán, a Dráván egyszerre kell harmad, azaz legmagasabb fokú készültséget elrendelni, sőt, 1972-es rekordok is megdőltek már, és várunk is még ilyet a most következő egy-két napban. Azért az árvíz bőven hagyott nyomokat Baranya és Somogy vármegyékben. Ezen a drónfelvételen látszik, hogy a víz teljesen elöntötte a Barcsi Szabadstrandot, épp csak a büfék teteje lóg ki. Innen délkeletre pedig szántóföldek kerültek víz alá, de ezek amúgy is az ártérben voltak. Dráva Szabolcsnál egy családi ház is veszélybe került, de a lakók időben kiköltöztek, a vízügy emberei pedig homokzsákokkal vették körül az épületet. A horvát határhoz vezető hídon katasztrófa turisták tucatjai gyűltek össze, hogy megnézzék a rekordvízállást. Egy idős hölgy azonban nem volt megelégedve azzal, amit látott. Biztos volt már ilyen nagy. Márpedig a Dráva még sohasem állt ilyen magasan. Épp fordítva, tavaly túl alacsony volt a vízszintje. Siklósi Gabriella szerint a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás itt is érezteti hatását. Tavaly augusztusban ugyanezek a kollégák, akik most árhullám, árvíz ellen védekeznek, az aszály miatt dolgoztak 24 órában, és öntözővizet próbáltak biztosítani az Alföld különböző területeire. A Dráva vízgyűjtő területén egy hétvége alatt másfél hónapnyi csapadék hullott le, de nem csak ezért lett ekkora a vízhozam. A Dráva az egy speciális védekezési módot kíván, ugyanis a horvát és a szlovén területen több mint 22 vízlépcső van, és ezeket a vizeket tározzák. Most a tározás, ugye arra ennek semmi befolyásunk nincs, tehát a legnagyobb vízlépcső, ami Dubrava, ami legközelebb van hozzánk, ugye a hatalmas tározótóval, ő engedi a vizet, nekünk arra látásunk nincs, és így az időelőnyünk is kevés. Tehát az a víztömeg, ami ott lezúdul, ami több mint 2000 köbméter másodpercenként, az hamar ideér. Bár a tetőzésen túl vagyunk, a veszély még nem hárult el. Bármikor jöhet egy újabb árhullám, és az úgynevezett nyúlgátak is meggyengülhetnek. Ezért a szakemberek folyamatosan járják a töltéseket, ellenőrzik a zsákokat, és leolvassák az aktuális vízállást. Ez itt olyan, mint a jéghegy, aminek általában csak a csúcsát látjuk. Senki nem gondolná, hogy ebben az aprócska csatornában 1600 homokzsák van. Nem történt a környéken nagyobb katasztrófa, de ez kizárólag rengeteg szakember összehangolt munkájának köszönhető. Siposegyi Zoltán, Euronews, Dráva Szabolcs.